A 10 napos edzőtáborozást követően már hazai környezetben végzi a bajnokság előtti finom hangulást a Spari. A csapat tökéletes körülmények között tudott dolgozni Szlovéniában, a napi edzések mellett csapatépítő programokra is jutott idő, és nem mellékesen 4 felkészülési meccsen is pályára lépett Lucsánszky Tamás együttese. Az orosz Andzsi Mahacskala ellen 3-2-re győztek, a szerb FC Cukarickitől 2-1-re kikaptak Bajzátig. A szintén szerb Dinamo Vranje ellen 1-1-re, a szlovén Farmtech Verzej ellen pedig gól nélküli döntetlenre végződött az edzőmeccs. A vezetőedző összességében elégedett volt a 10 nap tapasztalataival. Ideális körülmények között készültünk minden szempontból, mind a pihenés, mind a munka szempontjából nagyon jó volt. Én annak is örülök, hogy a sérülés elkerült a csapatot, tehát azt gondolom, hogy sikerült azt a tervezett munkát, amit szeretnénk elvégezni, kondicionálisan mindenféleképpen. Van mit csiszolni védekezésben és támadásban is. Ugye úgy volt megosztva az első két mérkőzés 45-45 percekkel ment, a második kettőt elosztottuk 90-90-re lehetőség szerint, vagy majdnem így. Ugye nyilvánvalóan figyelembe vettük a heti munkának az értékelésénél is, hogy ki 90, ki egy kicsivel kevesebb. Azt gondolom, hogy mind védekezésben, mind támadásban tudatosság és a játék irányításában van előrébbni valónk. A csapatkapitány Rudolf Gergely szerint mind a pályán, mind az öltözőben egyre inkább összeérik a csapat. A támadó a felkészülési meccseken mutatott játék alapján bizakodó a jövőt illetően. Úgy gondolom, hogy jól felkészültünk, napi 3-at edzettünk, tényleg annyi volt, hogy edzettünk, ettünk, meg aludtunk, úgyhogy nagyon kemény volt, alakul a csapat. Én nagyon pozitív vagyok, mert az edzőmérkőzéseken jól néztünk ki, és úgy gondolom, hogy sikerült azokat úgy nagyjából megvalósítani, amit a mester kért. Nyilván majd a tét meccsek lesznek a fontosak, ahol már ugye tétre megy, és ott már nem lehet ilyen kisebb hibákat véteni, mint amiket mondjuk esetleg vétettünk, de én nagyon pozitív vagyok, új játékosok nagyon jól beilleszkedtek, úgy gondolom, és hát várom már az első mérkőzést. A Spari vasárnap 18 órai kezdett el a Cigánd elleni pályára a Városi Stadionban. Az NB2 nyitófordulójában július 30-án Budafokon vendégszerepel Lucsánszky Tamás együttese.